Július 1-ével megalakult a Karcagi Szakképzési Centrum. Pardi Sándor főigazgatóval beszélgetünk. Először is szeretnék gratulálni a kinevezéséhez. És mi is ez a centrum? Melyik minisztériumhoz tartoznak, és mi az alapvető feladatuk? Köszönöm a gratulációt. Hát az első az, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a fenntartása alá tartozik a centrum. 44 alakult az országban, megyénként maximum 3 lehet, itt pontosan 3 van, 2 van Szolnokon és 1 alakult Karcagon. A feladata az elsősorban, hogy a munkaerőpiac valamilyen formában jobban látja, figyeli, hogy milyen kívánság, milyen kérések vannak a munkaerőpiacon, és annak megfelelően próbál úgy alakulni, úgy változtatni a szakmákon, hogy a munkáltatókat ki tudják elégíteni a képzés. Szakképzéssel foglalkozó iskolák. A következő intézmények kerültek a centrumhoz. A Hámori András szakközépiskolai szakiskola Tiszafüred, Varró István szakközépiskolai szakiskola Karcag, Nagy László szakközépiskola és szakiskola Kunhegyes, Kunszent Márton gimnázium és szakiskola, Teleki Blanka gimnázium és szakközépiskola, a Mezőtúri szakképzőiskola és kollégium, a Lábasi János szakközépiskola és szakiskolája, és végül nem utolsóban Ványai Ambrus gimnázium és közlekedés gépészeti szakközépiskola. Ez a centrumot alkotó intézmények. Mi a volt igazgatók sorsa, hiszen azért, hogyha létrejön egy új intézmény, ott van egy vezető, megmaradtak-e az intézményvezetők, vagy ők milyen feladatokkal maradtak meg, ha megmaradtak? Az összes igazgató tulajdonképpen egy évre kapott megbízást, és a megbízás után tulajdonképpen jövőre pályázni kell mindenkinek arra a posztra, amelyiken jelenleg van. Tulajdonképpen egy kivételével minden igazgató maradt a régiót. Egy azért változott, mert ő jelentkezett főigazgatónak, meg is választották, illetve kinevezték, és annak a helyettese lépett előrébb. Tulajdonképpen nagy munka van, én úgy gondolom, hogy az egész képzésben szemléletváltást kell tagintézmény vagy iskolaigazgató szinten, tehát másképpen kell gondolkodni, jobban a munkaerő, illetve a piac felé kell nyitni az igazgató gondolkodásában is, és ezt kértem is már tőlük, hogy szemléletváltásra van szükség, tehát 180 fokot kell fordítani. Gondolom, hogy így miután ide tartoznak a környék iskolái, a párhuzamos szakképzést is lehet, ha nem is most szeptembertől, de azért fokozatosan kiépíteni, és úgy ott megerősíteni azokat a feltételeket, ahol adott szakmához legjobbak. Nagyon jó a kérdés, szokták mondani. Következő az így igaz, tehát azt már megfigyeltem, illetve előzetes adatok alapján vannak olyan iskolák, ahol 2-3 szakképzés, könyves vagy ács, vagy bármilyen szakon, következő tagintézményünkben szintén annyi. Én azt gondolom, hogy hosszú távon, sőt rövid távon is az lesz a megoldás, hogy centralizáljuk ezeket a képzéseket, hogy humán erőforrásból is optimálisan tudjuk kihasználni azokat a lehetőséget, ami ebben a centrumban rejtőzik. Tehát mindenképpen ez a cél véleményem szerint, illetve ezt szeretnénk elérni. Karcagiak azért nem tudják, de mi régóta ismerjük egymást, hiszen a Kendresi szakiskolának volt az igazgatója, aki a minisztériumhoz tartozott már 2 évet, tehát mondhatjuk azt, hogy az alaplépéseket ott ön már megtapasztalt, hogy milyen az, hogyha nem a klikhez tartozik egy intézmény. Gondolom, hogy ezeket a tapasztalatokat itt most jól tudja hasznosítani. Én úgy gondolom, hogy igen, mert azokat a protokollokat kellett végigjárnunk tulajdonképpen, amit az előző intézmény, ahol vezető voltam, végigjártuk. Ez könnyebbség is volt, viszont feladatban sokkal nagyobb, mert sokkal több intézmény tartozik a centrumhoz. Költségvetésben is sokszorosa a Kendresi iskolának a költségvetésének, tehát sokkal nagyobb a felelősség ebben az egésznek az irányítására. Hányan fognak itt dolgozni? Előzetes számításaink szerint, illetve SMS-ünk szerint is van 18 fő munkavállaló és a 3 vezető. A 3 vezető van egy szakmai főigazgatóhelyettes és van egy gazdasági főigazgatóhelyettes, aki az egészet irányítja. Tulajdonképpen az a tervünk, illetve a jogalkotónak, a fenntartónak is az a terve, hogy lehetőség szerint nagy önállósága legyen a tagintézményeknek. Tehát lehetőleg, amit tudnak helyben eldönteni, és a költségvetés nagyon nem zavarja, akkor saját hatáskörben döntsön a tagintézményvezető, és komolyabb problémáknak akkor fog szólni a központnak, és akkor mi segítünk. Nem akarom elbagatellizálni, de akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk egy 1000 forintos kapcsoló tönkre megy, akkor azért nem kell hozzá főigazgatói engedély, tehát azért lesz valamennyi szabadság az intézményvezetőknek. Nagyon jó, így van, tehát mi is így képzeljük el, lesz egy bankkártyájuk, arra azt fel fogjuk tölteni, viszont az igazgatónak a kompetenciás felelősség az, hogy hatékonyan és jól legyen felhasználva az a keretösszeg, amit ő meg fog kapni, azt viszont szigorúan fogjuk ellenőrizni, hogy jól használták-e fel, és hogyha nem, akkor megfelelő következést le fogjuk vonni.
Gondolom, hogy azért most mindenki még az utolsó két hétben igyekszik úgy felkészíteni a saját intézményét, hogy az jól el tudjon indulni, hiszen a beiskolázás az azzal a beiskolázással indul, amit még az előző rendszerben elindítottak. Igen, tehát pontosan igyekszik mindenki, sőt azt hozzá kell tennem, hogy nagyon nagy lehetőség van a felnőtt képzés, nappali rendszerű képzésbe, és ezt nagyon szorgalmazzuk a tagintézetük felé, hogy lehetőség szerint minél jobban vonják be azokat a fiatalokat, akik másodszakmát szeretnének szerezni, mert van egy lehetőség a törvény által, hogy ingyenesen megkaphatják a második szakmát, és mi ezt nagyon szeretnénk kiaknázni, ki ezt a lehetőséget kihasználni. Reméljük, hogy lesznek is érdeklődők. Helyileg hol találhatók önök, hogyha valaki keresi önöket, hiszen azért minden iskola adott, de a központ az hol van? A központunk Karcag, Dózsa György 29, volt Csokonai könyvtárba kaptunk lehetőséget a helyi polgármester úrtól, és hozzá kell tennem, hogy az eddigi alapján durván 2 hónap már eltelt július 1-től, hogy mindenkitől maximális segítséget kaptunk, olyan flottul ment minden a hatóság részéről, az önkormányzat részéről, tehát azt vettem észre, hogy gördülékenyen tudtuk megoldani azt például, hogy már a fizetés nekünk kell utalni a dolgozóknak, és júliusi fizetésbírótalásnál mindenki rendben megkapta. Tulajdonképpen ez volt egy olyan lépés, amitől az ember egy kicsit ideges is volt, hogy megkapja mindenki a fizetését, és visszajelzések alapján nem történt sehol olyan probléma, hogy valaki nem kapta meg a fizetést, amit tulajdonképpen a centrum intézett már. Itt az előbb előzetesen beszélgettünk, és mondta, hogy vannak elképzelései az épület felújítására, és hiszen most megörökölték a könyvtár utáni dolgokat, tehát azért még egy tisztasági meszelés, meg gondolom azért sok-sok minden bele fog férni. Milyen tervei vannak ezen a téren? A terveink következő, mivel szakképzői centrum vagyunk, és különböző szakmákkal tanítunk szakmákat, ezért az a tervem, hogy a szakmunkás tanulókat oktatóval együtt majd be fogjuk kérni a centrumba. Mi megvásároljuk az anyagot, és a tanulók itt gyakorolhatják a szakmát, még ha elrondják, se probléma, mert csak maximum kijavítják, úgy gondolom, hogy lehetőség lesz arra, hogy gyakorolják azt, amit majd később hivatásukká fog válni. Hát akkor reméljük, hogy itt az első emelet is meg fog szépülni a lépcsőforduló is, hiszen beszéltünk, hogy vannak tervek. Én azt kívánom, hogy legyen sikeres ez a most induló tanév, és akkor a 8 szakképzési iskolának is jó tanévet kívánunk. Köszönjük szépen, és bízunk benne, hogy a kollégák is úgy állnak hozzá, és egységesen. Mi szeretnénk azt, hogy jól működjön ez a karcagi centrum, vagy a legjobban működjön, azt talán még jobban. Ez az szeretnénk ezt elérni. Mi is köszönjük.